Most lehet, hogy kicsit nehezet fogok mondani, ami nem biztos, hogy könnyen érthető, de a világ eredeti filozófiája, a lélek, Isten és a többi, az, hogy egyidőleg egyenlők és egyidőleg különbözőek. Például lelki, mint lelkek nem különbözik egymástól az a lélek, ami állatban van, vagy az ember testben van. Semmi különbség nincsen. De ugyanakkor a különbség van, de a különbség az csak a tudat állapotban van. Az egyiknek nyílt a tudat, amikor lélek, ugyanaz a lélek kerül emberi testbe, nyílik a tudat. Aki emberi testbe született, azt látja, képes látni. Szóval emberi test adja a léleknek ezt a képesítést látni ok-okozati kapcsolatot. Az állati testbe, mikor kerül, akkor beszűkül a tudat, beszennyeződik, bezár, és ő már ezeket nem tud látni. Ez csak egy rövid példa.